Akkor lépjünk tovább. Lövés. Ugye eddig nagyon jól átbeszéltük, hogy hogyan kell tárazni, mi a tár, mi a lőszer, hogyan működik a fegyver, hogy kell célozni, de hát ugye ezek mind elméleti részek, és hát ugye a gyakorlat az igazán, ami fontos. Tehát alapvetően ugye maga a lövés. Ugye mindenképpen szükségeltetik hozzá egy darab fegyver, illetve némi információ. Nagyjából, ha átveszük azt, hogy miből is áll maga a lövés folyamata, akkor gyakorlatilag oda jutunk, hogy 6 összetevője van, amik azért valamilyen szinten befolyásolják később, hogy hogyan és miként lesz a találat. Mik ezek? Először is ugye a kéztartás. A lábtartás, a levegővétel, a célzás, az elsütőbillentyű kezelés és utántartás. Tehát igazából ez a 6 olyan dolog, ami azért elég komolyan befolyásolja a lövés leadását. Ilyenkor tréningekkel meg szoktam kérdezni a résztvevőktől, hogy van-e valami sejtésük annak tekintetében, hogy ezek a részelemek, hogyha százalékosan bontanánk le az egészet, akkor milyen fajsúlya lesnének latba a lövésnél. Hát igazából elég érdekes reakciók szoktak bekövetkezni. Van, aki azt mondja, hogy mindegyik egyforma, százalékkal vesz részt a lövésben. Van, aki azt mondja, hogy fajsúlyozni kell azért, hogy melyik, de nagyon sokan abban gondolkoznak, hogy bizony a megfogás, a szorítás, a beállás, a levegővétel, ezek, amik nagyon fontosak, és gyakorlatilag azt látom, hogy irreálisan sok százalékot adnak ezeknek, és be kell látnunk, hogy sok esetben a lövések emiatt, a rossz gondolatmenet miatt következnek be. Ha valóban a helyes arányt szeretnénk összerakni, akkor a következőképpen néz ki. Kéztartás, lábtartás, levegővétel, célzás, elsütőbillentyű kezelés, utántartás. Ha ebből a 6 részből összerakódik a 100%, és le szeretnénk bontani, hogy melyik mennyivel, akkor azt mondhatjuk, hogy 98% múlik majd azon, hogy az elsütőbillentyűt hogyan kezeljük, és a maradék 2% lesz az, ami hát az összes többi funkción osztozik. Hosszú évek alatt megtapasztaltam, hogy azért sok esetben még azok is, akik úgy nagyjából képbe vannak a lövéssel, ott is azért úgy nem feltétlenül vannak ezzel képbe, illetve nyilván ugye kevésbé szeretik a pontlövést az életükben, mert hát hiszen ennek az alapjai eléggé, hát hogy így mondjam, talán egy picit unalmasabbak, és inkább az élvezeti, nagyobb élvezeti értékkel bíró gyakorlatokat kedvelik. Ott általában azt hallom sok esetben, jó erősen meg kell markolni a fegyvert, már majdnem olyan szinten, hogy már összeroppanjon a markolat, jól bele kell dőlni, és akkor úgy lehet ontani a lövéseket, locsolni. Nyilván ez is egy technika, azt gondolom, hogy van, akinek ez így szimpatikus, de a hosszú évek tapasztalata azt mutatja, hogy ha az elsütőbillentyűt megtanulja valaki kezelni, ez nem egy akkora nagy trükk egyébként, tehát a kevésbé ügyeseknek is 50-60 lövésből azért elég jól megy, hogy megtanulják ezt. Aki viszont egy kicsit nagyobb érzékel rendelkezik a témával kapcsolatban, akár 5-10 lövésből is olyan információt tud magáinak majd a későbbiekben, ami gyökeresen megváltoztatja a lövészettel kapcsolatos elképzeléseit. Amiről most beszélni fogok, illetve meg fogom mutatni, inkább gyakorlati jellegű, egy pár dolgot fogok majd mondani előjáróban, de inkább majd a gyakorlatban fogom bemutatni a lényegét. Mindezek előtt rögtön azért kezdjünk el nagyon fontos alapinformációval. Nagyon sok hibát meg lehet azzal előzni, ha tudjuk azt, hogy hogyan, milyen reakciók játszódnak le a fegyverben lövés közben. Ugye szembesülök nem egyszer azzal a problémával, hogy a lövő szorítja lefelé a fegyvert. Megkérdezem ilyenkor tőle, hogy miért szorítja lefelé. Az esetek túlnyomó többségében az a válasz érkezik, hogy a hátra rúgást szeretné lefékezni, hogy a lövés a célpontba kerüljön. Ilyenkor fogalmazódik meg bennem az a dolog, hogy emberünk nincs is képbe azzal, hogy mikor milyen reakciók játszódnak le a fegyverbe, illetve mikor hol található a lövedék.
Ugyanis, amikor ugye a hátraható erő ugye megdobja a fegyvert hátra, akkor gyakorlatilag a lövedék már rég nincs a fegyverben. Ha ezt tudná valaki, akkor nem kéne neki görcsösen szorítani lefelé, hiszen akkor azt is tudja, hogy a lövedék, amikor eltávozott a csőből, ugye akkor indul meg a fegyver hátrafelé. Tehát az aktuálisan kilőtt lövedékre, illetve annak röppájára, becsapódására nem lesz hatással az a felfelé ható erő, ami a lövés közben létrejön. Nyilván, hogyha gyorsan több lövést szeretne leadni a célpontjára, akkor persze erősebben meg kell valamilyen szinten fognia, hogy gyorsabban vissza tudja hajtani uralmára a fegyvert, de alapvetően, amikor tanulja valaki a lövés alapjait, akkor igazából mindig azt szoktok mondani, lazán fogja a fegyvert, nem kell szorítani, hagyja, hogy ugorjon föl a lövés pillanatában, majd szépen lassan vissza fogjuk állítani a megfelelő irányba. Egy másik nagyon fontos információ. Tudnunk kell, mi az úgynevezett elsütő út. Ez azért fontos, mert a gyakorlatban történő, hogy a lövés leadásánál nagyon fontos részelemek vannak. Tehát először is, mi az elsütő út? Az elsütő út az elsütő billentyű megmozdításától egészen az elsütésig terjedő út. Ezt nekünk ugye kettő részre kell bontanunk. Ugye az első lesz az előfeszítés. Ugye azt jelenti, hogy a billentyű meghúzásával ugye hátra megy egy picit a billentyű, és megakad a holdponton. Ugye eddig viszonylag gyorsan és tempósan beúszhatjuk az elsütő billentyűt, majd ezt követően kell egy egyenletesen növekvő erőt közvetíteni a billentyűre. És ez itt nagyon fontos lesz, hogy egyenletesen növekvő erőt. Ugyanis, ha hirtelen húzza meg valaki az elsütő billentyűt, akkor ez fog történni, hogy a csővége lebillen. Ugye az a maroklőfegyvereknek általában viszonylag rövid a csőbe, és a csővégen történő 1 mm eltérés lefelé az eléggé hatványozottan jelentkezik akár 3-4-5 méteres távolságon belül is. Ki lehet küszöbölni egyébként egy kis odafigyeléssel, tehát behúzza az illető tempósan az elsütő billentyűt holdpontig, és itt a holdponton kezdi el egy egyenletesen növekvő erő feszíteni a billentyűt. Egészen addig, amíg a kellő erő meg nem születik, és amikor az meg lesz, akkor a szerkezet old, és létrejön a lövés. Erre kell nagyon figyelni folyamatosan. Ha ezt valaki el tudja sajátítani, az esőtöbb billentyűnek ezt a elhúzásának a technológiáját, akkor gyakorlatilag majdnem, hogy az övé a lövés tudománya. Innentől kezdve már csak majd csiszolgatnia kell, hogy hogyan és miként tovább. Nézzük a gyakorlatban egy olyan példát, ami egész jól bemutatja, hogy a fegyverre milyen erők hatnak, illetve mennyire nem kell nekünk ezt erőből fogni. Jó, tehát lássuk akkor, a lábtartás már kellőképpen elrontottuk, nézzük akkor a továbbiakat. Levegővétel. Ugye most alapvetően hogy a felső testem ebbe az irányba néz, tehát ha nekem most rá kell fordulnom egy 90 fokkal másik irányra, akkor a tüdőkapacitás nem lesz tökéletes, nyilvánvalóan. Nézzük meg, hogy mit ronthatunk még el. Tehát ugye a lábtartás elrontva, levegővétel nem optimális, megfogás. Ugye ez lenne az ideális tartás egy lövésnél, ezt most variáljuk meg, mondjuk azt, hogy két ujjal fogjuk a 9 mm-es pisztolyt. Tehát mondjuk nem a legstabilabb fogás, mondjuk, hogy talán nem a legtökéletesebben dolgozik a kezünkre a fegyver ilyenkor. Mit lehet még elrontani? Célzás. Ugye alapvetően fölül kéne ott keresni az ember az irányzó berendezést a fegyveren, itt most alulra kerül, tehát majd föl kell emelni a fegyvert, és nagyjából úgy kell mahinálni vele, hogy itt kéne összehozni az elvágó éleket. Tehát nem marad más hátra, mint hogy az ujját beleteszi a lövő, és megpróbál legalább egy kicsit óvatosan préselni. Thank you.
Nyilvánvalóan ez a gyakorlat nem az életszerűségéről híresül el, tehát így ebben a formában lőfegyvert nem használunk, sem sportcéllal, sem milyen más céllal, viszont nagyon jól bemutatja azt, hogy milyen erőhatások mozognak egy lőfegyverben, illetve hát elég jól bemutatja azt, hogy mennyire nem erőből kell lőni, hanem inkább ugye az elsütő billentyű óvatos elhúzásával lehet eredményre jutni. Azt gondolom azért ez elég jól szimbolizálja. Itt középen egy 1,5 centi átmérőjű pötty volt, és még így is ebből a hát elég töketlen fegyvertartással is sikerült azért elég jól kárt tenni benne. Hát azt gondolom, hogy ez a pár lövés szerintem kellően meggyőzi azt a kétkedőt, aki eddig picit másképp gondolta, hogy hogyan működik a lövés folyamata, arról, hogy az elsütő billentyű kezelése valóban fontos. Sok minden más tényező fog még szerepet játszani majd a későbbiekben a lövések pontos célba juttatása tekintetében. Egy ilyen visszatérő momentum lesz majd mindig, és ezzel mindig szembesülni fogunk, az elsütő billentyű kezelése.